és bárom egy nyászki László, rázgapál, evangélikus lelkész. A Nemzeti Gyásznapon, október 6-án Pozsonyban nem csak az Aradi 13-ra emlékeztek, hanem a pozsonyi vértanúk előtt is fejet hajtottak. A Kecskekapu utcai evangélikus temetőben a Jeszenák család sírboltjánál azokról a hősökről emlékeztek meg, akik Pozsonyban születtek, vagy a szabadságharc leverése után itt végezték ki őket. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője úgy fogalmazott, a pozsonyi vértanúk között sok volt az evangélikus, és talán Báró Jeszenák János a legjobb példa arra, hogy az evangélikus mentalitás milyen módon válhat a szolgálatára. Még az udvarhoz való hűsége is nyilvánvaló volt korábban, hogy vált mégis nemzeti hősé, hogy vált mégis egy olyan személyiségé, aki belátta azt, hogy a Habsburg uralom elleni felkelés, a magyar függetlenség és a nemzet szabadsága az egy olyan ügy, amiért küzdeni kell, és amiért küzdeni érdemes, és hogy vált ebben a folyamatban egyre inkább a forradalom és szabadságharc hívévé, és hogy vált végül is a forradalom és a szabadságharc áldozatává. Prőle Gergely kiemelte azt is, hogy Jeszenák Jánosnak mekkora szerepe volt egykor az iskoláztatás fontosságának terjesztésében, és a magyar nyelvű evangélikus iskolák számának növelésében áldja meg az Úristen mindazok emlékezetét, akik előttünk jártak, akik életüket kockáztatták, életüket adták a szent ügyért. Az áldás utána jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait, báró Jeszenák János sírboltjánál számos evangélikus személyisége volt a szabadságharcnak. Talán kevesen tudják, hogy Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, sőt Görgei Artúr is evangélikus volt, és itt Pozsonyban pedig érdemes valóban ezt a két szemét, Jeszen és Rázgát számon tartani. Azt hiszem, hogy az evangélikus egyháznak a, a, nemzeti elkötelezettségét is mutatja, ugyanakkor a szabadság szeretetét, amely azt hiszem visszavezethető a reformátor Luther Márton bátorságára, szabadság szeretetére, hitvallásosságára. Pozsonyban minden é évben a mártír halált halt rázgapál evangélikus hitszónok sírját is megkoszorúszák az emlékezők. Ő 1848-ban nyilvános beszédekben bíztatta a pozsonyi nemzetőröket a harcra és a hazavédelmére. Tettért életével fizetett bejelenthettem, hogy Pozsonyban vissza tudjuk tenni helyére Rázgapál emléktábláját. Az evangélikus egyház épületén szerepelt ez az emléktábla. Fájdalmas módon, nyilván politikai okokból is levették ezt az emléktáblát. Mi most szeretnénk a szlovák egyházzal együttműködve önkéntes adományokat is, de az evangélikus egyház adományait is erre fordítva visszatenni ezt az emléktáblát oda, ahova való, hogy Pozsony népe is emlékezzen ezekre a mártírokra. Az evangélikus egyházi vezető Ugyanakkor szeretnék elérni azt is, hogy Pozsonyban utcák viseljék a mártír Jeszenák János és Rázga Pál nevét és emlékét.